Kedves hatodikos diákok, köszöntelek benneteket a mai földrajzórán. Én Huszák Éva vagyok, én Zentán dolgozom a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában, mint földrajztanár. Mai óránk címe az államhatár fogalma és a funkciója. Az államhatár fogalma. Minden országot egy elképzelt vonal választ el a szomszédos országtól, és ezt a vonalat, ezt az elképzelt vonalat nevezzük államhatárnak. Az államhatárok azok lehetnek természetesek és mesterségesek. Képen Szerbia látható, az országunk látható, piros vastag színnel van bejelölve az országunk határvonala. Szomszédos országok is egy kicsit látszanak ezen a képen, és a szomszédos országoknak az államhatárja is látszódik. Tehát ez a piros vonal, ami az atlaszban, térképeken ugye piros színnel jelölik az országoknak a határvonalát, tehát ez az elképzelt vonal lenne az államhatár. Ugye említettem, hogy lehetnek természetesek és mesterségesek ezek a határvonalak. Mielőtt rátérünk erre, nézzük a határjeleket. Amikor az országunkat elhagytátok, én gondolom azt, hogy sokan közületek utaztatok külföldre, amikor visszatértetek az országunkba, akkor ezzel a táblával találkoztatok, ami jelzi, hogy beléptetek az országunknak a területére. Ugye a határ, az országot mindig a kijelölt határátkelő helyen kell elhagyni. A határjelek nem csak táblák lehetnek, a határjelek formái igen változatosak lehetnek, leggyakrabban gúla, hasáb vagy hengerszerűek lehetnek. Látunk itt határkövet és határoszlopot egyaránt. Határoszlopot mindig a két szomszédos ország határán belül helyezik el, és a határoszlopot beszokták festeni az országnak a zászlajával, tehát a színekkel. Ugye a határoszlopok közül Magyarország és Ukrajnának a határoszlopát látjuk beszínezve. És akkor nézzük a természetes határt. Természetes államhatárnak számítanak a domborzati formák, mint például a hegyvonulatok, vízválasztók, folyók, tavak is természetes államhatárnak számítanak. A képen Szerbia és a Bosznia között húzódó Drina folyót látjuk, mely természetes államhatárt képez a két ország között. De nézzünk még pár példát a természetes államhatára. Ugye itt az Egyesült Államok és a Mexikó közötti természetes államhatára Rio Grande folyó. És természetes államhatár például a Genfi tó, mely Svájc és Franciaország között húzódik. Természetes államhatárnak számít, ugye említettem, a hegyvonulatok. Például a tengerszem csúcs is egy ilyen természetes határvonal, a Magas-Tátrán helyezkedik el, mégpedig a szlovák és a lengyel határon található. És akkor nézzük a mesterséges határt. Ha az államhatár természetes egységet szel át, akkor beszélhetünk mesterséges határról. Gondolok itt a Pannonalföldre, a térképen, vagyis ezen a képen Szerbia és Magyarország is látszódik, és piros színnel van jelölve két ország között az államhatár. Ugye a Pannonalföld húzódik pont ezen a részen, ahol piros színnel van jelölve az államhatár, tehát a Pannonalföld egy természeti egységnek számít, és ezt a természeti egységet szeli át az államhatár. És akkor nézzük a mesterséges határt. Mesterséges határok gyakran egyenesek, és ezeket matematikai határoknak is nevezzünk. Elsősorban az afrikai kontinensen látható országoknak van ilyen nagyon egyenes matematikai határvonala, vagy a képünkön az Egyesült Államok és a Kanada közötti határvonal is szinte egyenes, tehát ez is egy mesterséges matematikai határnak számít. És nézzünk példát az afrikai országokra is. Nyillal jelöltem azokat a határvonalakat, amelyek szintén egyenesek, tehát képen afrikai kontinens látható, és főleg az észak-afrikai országokra jellemzőek ezek az egyenes határvonalak. Például Mali és Algéria, Niger, Líbia és Egyiptom, vagy például Szudán és Egyiptom között is ilyen szinte egyenes mesterséges határvonal húzódik. Az államhatár. Az ország határok a területén élő népek, nemzetek földrajzi eloszlása szerint lehetnek etnikai és nem etnikai határok.
Az etnikai határok azok különböző népeket választanak szét, viszont a világban inkább gyakoribbak a nem etnikai határok, melyek mentén a határ egyik és a másik oldalán is ugyanaz a nép él. Például Szerbia ország határa sem etnikai, hiszen Szerbia területén is élnek például magyarok, ahogy Magyarországon is élnek szerbek, vagy Szerbiában is élnek románok, ahogy ugye Romániában is élnek szerbek, és így tovább, tehát az összes szomszédos országban is élnek szerbek, és ugyanúgy a többi szomszédos országban is élnek románok. De ne csak Szerbiát említsem, itt van Spanyolország és Portugália, mely szintén szomszédos ország, és ahogy az egyik, úgy a másik országban is élnek különböző népek, vagyis nem azonos népek. A szárazföldi határokról beszéltünk idáig. A szárazföldi határok mellett léteznek még tengerparti és légi határvonalak is. Azoknak az országoknak a felségterülete, melyeknek kijárata van a tengerre, partvonaltól számított, mintegy 12 tengeri mérföldig húzódik ez a tengerparti határvonal. Ez a 12 tengeri mérföld, ez körülbelül 22 kilométernek felel meg, és a nyílt tenger természetesen már egyetlen egy ország tulajdonát sem képezi. Még a légi határ magassága addig húzódik, amíg a repülőgépek közlekednek, és nézzünk pár példát a tengerparti határvonalra. Képen az Adriai tenger látható mindkét képen. Az Adriai tenger az Olaszországhoz közeli rész képezi, tehát az Adriai tenger az Olaszországhoz tartozik. Szlovéniának is van egy kis része az Adriai tengerből, ahogy Horvátországnak is, még ezek a részek már ugye nyílt térnek számítanak, tehát egyik országnak országhoz sem tartozik. És akkor van egy másik példa is itt a Kaszpi-tenger. A Kaszpi-tengeren is osztozik pár ország, mint például Kazasztán, Oroszország, Azerbajdzsán is osztozik, Irán és Türkmenisztán. Tehát a Kaszpi-tenger is föl van osztva, és minden országnak megvan, hogy melyik része a tengernek tartozik az adott országhoz. Az államhatár funkciója az alcím. A múltban országokat választott szét a határ, akadályt képezett abban, hogy a lakosok szabadon tudjanak mozogni. Manapság viszont inkább összekötő szerepük van, országokat és népeket kapcsolnak össze. Lehetővé teszik ezentúl a gazdasági együttműködést, és hogy az emberek szabadon tudjanak mozogni. Itt ugye a Schengeni övezetet tudnám felhozni példának. Az államhatárnak a felosztása. Az államhatárok attól függően, hogy milyen mértékben választanak szét vagy kötnek össze, lehetnek zárt határok, szűrőhatárok, kapcsolattartó, valamint integráló határok. Nézzük a zárt határokat. A zárt határok azok teljesen zártak, lehetetlenné teszik az emberek mozgását és az áruforgalmat. Szűrőhatárok azok részben zárt határok, fokozott katonai és rendőrségi ellenőrzés alatt állnak, az embereket és az áruk mozgását is korlátozottan engedélyezik, valamikor Szerbiának is ilyen szűrő határa volt. És akkor nézzük a másik két határtípust, ilyen a kapcsolattartó, vagyis az egyesítő határ. A kapcsolattartó határok részben nyitottak, nem korlátozzák az átkelést és az árucsere forgalmat, viszont a határőrség és a vámőrség minden alkalommal ellenőrzést végez. Legtöbb ilyen országhatár a világon az ilyen kapcsolattartó országhatár, és vannak az integráló, vagyis az összefonódó határok. Ezek teljesen nyitott határok is, az emberek itt szabadon közlekedhetnek, az áru is szabadon mozog. A ilyen integráló, összefonódó határ van a legtöbb európai uniós tagállamnak, akik ugye a Schengeni övezethez tartoznak. Itt az Európai Unión belül legtöbb helyen teljesen megszűnt az útlevélvizsgálat és a vám ellenőrzés egyaránt. A szomszédos országok közötti politikai és a gazdasági viszonyok határozzák meg elsősorban az országhatároknak a pillanatnyi típusát. Szerbia határa egészen a 20. század végéig szűrő határ típus volt,
viszont ma inkább a kapcsolattartó határ jellemzi az országunk határát. Kedves diákok, az óra véget ért, köszönöm, hogy velem tartottatok, jó tanulást kívánok nektek, viszontlátásra!